Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbat esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarkai Endre vagyok, ez pedig a Felfelé Zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sors tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá? Lehetett volna másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a podpet.hu oldalon. Karádi Katalin volt az első női filmsztár Magyarországon. A hölgyek utánozni próbálták, a férfiak rajongtak érte. Ő volt a Halálos tavasz főszereplője. A Hamvadó cigaretta vég, a Mindig az a perc, az Ez lett a vesztünk című dalok előadója. Azonban hiába tekintett rá a közönség szexszimbólumként, a művésznő sosem volt elégedett magával. Egy bántalmazó apa mellett nevelkedett, később aztán a világháború vészterhes éveiben üldözötté vált. A kor egyik döntéshozójával, politikai szereplőjével való vitatható jegyessége miatt számos problémája adódott. Bebörtönözték, üldözte a Gestapo és az AVH is. 1951-ben végleg elhagyta Magyarországot, 1990-ben Amerikában halt meg. Gyermek és zsidómentő tevékenységéért 2004-ben posztumusz díjat kapott. Nimbusza, tehetsége, zenéi és filmjei reneszánszokat élik ma is. A Karádi kultusz nem kopik. Ebben az epizódban Péter Zsolt színháztörténésszel, Sándor Pál rendezővel és Kelecsényi László filmtörténésszel beszélgetek. Karádi Katalin egyszer azt mondta, hogy egész életemben úgy éltem, hogy rabnak éreztem magam. Minek volt ő a rabja? Hát a hírnevének elsősorban. Fiatalkorában, kezdjük az elejéről. Fiatalkorában rabja volt és lehetett a családjának, mert egy nagyon szomorú, nagyon nehéz anyagi körülmények között felnövő, sok gyerekes családban készült az életre. Elsősorban az édesapja hibájából, aki hát nem vetette meg az alkoholt, és lóversenyre járt. Ha nyert, akkor nagyon boldog volt mindenki, megajándékozta a gyerekeket, a Katalint is, de olykor megismerkedhetett a kedves kancler Katalin az édesapjának a nadrágszíjával is. Mert hogy elverte? Igen. Többször? Hát valószínűleg többször nem beszélt ő erről, meg hát ilyesmiről nem szívesen beszél az ember, de említette. Utána... De ezt úgy kell elképzelni, hogy az ő gyerekkora azzal telt, hogy volt egy rabiátus, erőszakos apa, igen, aki az egész család légkörét megmérgezte? Így van, pontosan. Így szeretetet van. Kapott ő? Hát az édesanyjától talán kapott, amennyire ráért az anyuka. Aztán, hogy ugorjunk egyet, a saját hírnevének lett a rabja. Volt 5 fantasztikus éve a Halálos tavaszbeli berobbanástól a Gestapo letartóztatásáig, mikor őt 44 áprilisában letartóztatták, és elvitték, megverték. És utána, amikor kiszabadult, felszabadult, hosszú történet, arról is beszélhetünk, mi történt 44-45-ben, megszűnt a hírnév, nem kapta vissza ugyanazt a dicsfényt a új politikai rezsimnek. Főként ez kettőtörte az ő lelkét? Nagyon, akkor. Nagyon kettőtörhette. Az új politikai rezsimnek, különösen amikor már a kommunista diktatúra egyedülalkodó vált, tehát 47-es választások, kékcédules választásoktól 49-ig, ő nem kellett a sztár. És meg is tört fizikailag, mert szerepelt egy 45 után forgatott magyar játékfilmben a Forró mezőkbe, ahol Bacsó Péter mesélte, amíg élt, hogy ő ott asszisztenskedett, és nem tudta, egy egyszerű jelenetet nem tudott megtanulni. Fölírták neki falra mindenhová szöveget. Teljesen összetört lelkileg és fizikailag is. És miután ezt belátta, 51-ben elhagyta Magyarországot. Mi mondjuk a legnagyobb félreértés Karádival kapcsolatban? Annyi legenda, mítosz terjed körülötte, hogy mondasz nekem, mondjuk egyet, amire azt gondolod, hogy a legközkeletűbb pletyka, félreértés, tévedés vele kapcsolatban, és egész biztos, hogy nem igaz.
Talán maga a felfedezése, hogy egy baráti társaságban fedezte fel Egyed Zoltán. Erről is, tehát ahány kortárs visszaemlékezés van, annyi féleképpen mondják el. És egyik közülük, hogy egy Zanzibár nevű bárban énekelt, ott figyeltek fel rá. A másik Csató Kálmán a Nemzeti Színház főrendezőjénél jelentkezett be Karádi, és ott mutatták be Egyed Zoltánnak. Tehát ez is nagyon-nagyon sokrétű, sőt egy ilyen 42-es, 3-as levélből például azt tűnik ki, hogy Egyed Zoltán egy bordélyból szedte ki Karádi Katalin. És ez nem igaz. Nem tudjuk. Tehát ezért nagyon nehéz ezt megállapítani, mikor ötféle verzió kering, és vajon melyik az igaz. Tehát nem. El tudod például képzelni Karádiról, hogy egy bordélyban dolgozott előtte? Ha nem is ilyen közönségesen, de ebből ugye az önvallomásában sem csinált titkot, hogy tehát voltak férfi pártfogoltjai. A pártfogolt alatt mit kell érteni? Hát, hogy kitartották. Tehát nyilván az is sokat elárul, hogy 18 évvel volt idősebb az első férje nála, tehát a Varga Rezső. Akitől nagyon gyorsan elváltak. 3 év. 3 év, az annyira nem is gyors. Az érdekházasság volt Karádi részéről? Hát azt hiszem, igen. Végül is mondjuk itt is van egy ellentmondás, hogy nem 16 évesen ment férjhez, mint ezt sokan leírták, hogy az apai terror alól menekült a házasságba. A apja már elhunyt, mikor ő 16 éves volt, és akkor ő még nem ment férjhez, tehát 20 évesen házasodtak össze ezzel a bizonyos végrehajtó úriemberrel. Ugorva vissza az időben, ugye azt mondtad, hogy talán az édesanyjától kaphatott szeretetet. Viszont egy érdekes életrajzi mozzanatra bukkantam, nevezetesen, hogy őt valahogy ugyan igazán nem babusgathatták. Később ugye önbizalom hiányos is lett, a külalakjával kapcsolatban komoly kihívásokkal küzdött, és egyszer azt mondta neki a nagynénje még kislányként, hogy ezt a lányt nagyon nehezen fogjuk tudni férjhez adni. Tehát ő úgy nőtt föl, hogy nem kapott Isten igazából egóinjekciókat? Ez egész biztos. Ahol kaphatott ő egóinjekciókat, mint munkáslány, vagy ne féljünk a szótól proli lány, hát így is mondták rá, nagyon hamar bekerült a korosztályi fiútársaságba. És ott ugye elbeszélések szerint, hát imádták őt a fiúk, mert egy... Ő is őket? Ez jó kérdés, valószínűleg. Valószínűleg, hiszen tőlük kapta azt a visszaigazolást. A tánciskolába kapott ajánlatokat, ahova ugye eljárt. Ott volt már, ott ígértek neki állítólag pénzt is, 5-10 pengőt, ami akkor egy korabeli azokban az időkben az számára nagy pénz lehetett. Ez mennyire legenda, hogy ő azért a végzett asszonya volt? Tehát törtek utána a férfi szívek, ő nagy, mondén életet élt, vagy azért ez inkább csak legenda? Részben legenda, részben igaz, mert aki nagyon törekedett utána, volt egy Egyed Zoltán nevű színikritikus, hírlapíró fejedelem abban a korban. Ha hasonlatot kellene mondani, hogy a 30-as években ő ki volt, MGP-hez hasonlítanám, akitől annyira ugyanúgy retteghettek a színészek a tollától és a Molnár stílusát. Gál Péterről beszélünk. Molnár Gál Péterről van szó. Ez az úriember rajongott a nőkért, rajongott a szép nőkért, szeretett nőket felfedezni. Karádi előtt egy Hajmási Ilona nevű hölgyet támogatott, kivitte Amerikába, ahol az illető hölgy Ilona Messi néven egy kis karriert csinált. És azt várta Egyed úr, hogy a Hajmási majd ezért valamit ad neki cserébe. Hajmási Ilona pedig egyszer szakított vele, lekoptatta, elhárította magától. Na most ugyanez a történet játszódott le Karádi Katalinnal, hogy magántársaságban meglátta, felfedezte, hogy milyen jól énekel, állítólag szavalt is valamit, táncolt is. Lényegében beleszeretett. És hát ő csinálta meg. Ő vitte el a Csé Acél Ilonához, a színiiskolába, fizette a tanítatását, és így tovább. És ő juttatta abba a szerepbe, megrendelte, hát nem sem saját maga, hanem hát volt olyan
újságírói köre, hogy azt kérte a kollégától, hogy írjatok róla, színházi élet. Ő sztárt csinált belőle? Lényegében sztárt csinált belőle, de az igazi sztárság akkor kezdődött, mikor meglátták őt a Férfiak a halálos tavaszban. Tudjuk azt tényszerűen, hogy miért vált el Varga Rezsőtől? Hát ez is, amennyiben hihetünk ennek az Egyed Zoltán által megírt önvallomásnak, tulajdonképpen már a férj is beleunta az ő nagy stílű életébe, költekezéseibe, és rájött, hogy Karádi egy nagyobb kaliberű nő annál, hogy ő ezt... Bírja pénztárcával? Így van, bírja pénztárcával. És tényleg nagy igényű volt Karádi? Fényűző életet élt? Igen, azt hiszem tudott élni, tehát hogy ez derül ki a róla szóló írásokból, hogy szerette a társaságot, és partikat rendezett, de és ugye felrótták neki, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, tehát, hogy annyira nem volt egy ilyen hivalkodó típus sem, tehát hogy ez így nehéz már ennyi idő után megfogalmazni valakire, hogy most ő tulajdonképpen milyen életet él. Tehát hogy ilyet is, olyat is. Hát nyilván egy színház és egy filmes élet mellett hát nem nagyon volt igazán ideje arra, hogy ő most ilyen nagy partikra járjon és költekezzen. Őt megszédítette a sztárság? Nem tudni pontosan. Nem, ő valószínűleg a későbbiekből, a későbbi lelkületéből, jelleméből, hogy olyan könnyen lemondott erről, amikor elment innen az Egyesült Államokba, ahol nagyon nehezen jutott be, és olyan szerény életet élt. És, de volt számára más út? Mint az emigráció? Meg nem, a szerény nem. Élet, meg a kalapszalon. Mi volt az alternatívája mindennek? Mi lett volna? Nem volt alternatívája, mert amikor ő elment, kicsit úgy is volt, hogy mindenki akarta, hogy menjen el. A korabeli színházi mozivilág is, mert nem tudták mire használni, kellemetlen féltékenységek voltak, kellemetlen személy volt, ugye. Fényes Szabolcs, aki az operett igazgatója volt, olyan plakátot nyomtatott, ugye azt hiszem a Majába volt, hogy Honti Hanna is játszott az egyik főszerepet, ugye a másikat egyszerre voltak színpadon is. Külön plakát volt, hogy Karádi neve volt elő nagybetűkkel, és fordítva a Honti Hanna neve szerepelt. Szóval ebben a millióben élt, és félreállítva, félreszorítva, kifütyülték, botrányai is voltak vidéken. Ő kiszaladt alóla az a világ, hát lehet, hogy ezt a mai 30-40-eseknek magyarázni kell, hogy a sztárrendszert, mint egy húsvágó bárdal úgy próbálták megszüntetni a 40-es évek végén. Jávor Pál elment, többen emigráltak, Kabos Gyula már korábban meghalt, és Jávor is ugye megtépázva, Babérjait megtépázva tért vissza Magyarországra. Újszász Istvánnal ez a kapcsolata, ez egy nagy szerelem volt, ez egy hiúságot legyezgető mindkét részről. Hiúságot legyezgető kapcsolat volt, vagy mi motiválta őket elsősorban? Mindenképpen volt egy kölcsönös vonzalom, tehát Újszászinak nyilván imponált a nagy színésznő, és a hiúságát szintén legyezgette, és ugye Újszászi akkor lépett a képbe, amikor már Egyed Zoltánnal nagyon elmérgesedett a viszonyuk, tehát Egyed Zoltán őt zsarolta, tehát éppen egy ilyen levél is, amit az előbb idéztem, tehát abban írja le, hogy ugye bordéból szedtek, és mindenféle rágalmak, és hogy ő tönkre fogja tenni. Ő sértett volt. Az Egyed Zoltán így van, hiszen tegyük hozzá, hogy ő már, vagy őt már faképnél hagyta egy színésznő korában, Hajmás Ilona, aki után még Hollywoodba is elment, és a színésznő a testőreivel dobatta ki azután. Szóval így szomorúan kullogott haza, és akkor utána jött ez a Karádi felfedezés, és hát komoly szerződést íratott alá, hogy minden megnyilvánulásából, tehát audiovizuális vagy fotográfia, tehát 20%-kal tartozik Karádi Katalin
a menedzserének. És nyilván egy idő után megelégelt ezt Karádi. És, köztük volt férfinő viszony? Persze, persze, abszolút. Tehát egyet szerelmes volt Karádiba, és egy, ahogy az előző felfedezetjeiben, tehát egyet Zoltán egy nagy felfedező hírében állt, és minden felfedezetjébe bele is szeretett. Karádi is beleszeretett? Nem tudom, hogy ez mennyire volt kölcsönös. Nyilván imponált neki, meg egy kicsit ez inkább, hogy is mondjam, tehát egyfajta viszonzás volt azokért a tettekért, amit egy-egy Zoltán ugye végzett el, tehát hogy elvitte a befolyásos emberekhez, bemutatta a színi világnak, és tulajdonképpen kijárta neki ezt a Víg Színházi szerződtetést. Az egy rossz hiszemű feltételezés, vagy megközelítés, hogy Karádinak megvolt a magához való esze, és nagyon rafináltan tudott ezen kapcsolatokkal, ezen férfi közeledésekkel sáfárkodni? Azt hiszem, igen, hiszen Újszász is egy idősebb férfi volt, 12 évvel volt idősebb Karádinál, és itt is ez az, a gyerekkor a hiányzó apakép, tehát ez a pártfogó szerepkör jön be inkább, és ahogy visszatérve az előző kérdésedre, tehát Újszásziban is egy pártfogót talált, aki képes megvédeni őt az egy-egy Zoltán vádaskodásaitól, és úgy nyilván azért nem is állt egy idő után színpadra, mert félt a botránytól. Ki okozott volna botrányt? Hát egy-egy Zoltán a kapcsolatai révén, tehát hogy azzal fenyegette, hogy tehát nyilván ő tette híressé, ő képes arra, hogy megsemmisítse. Ez az oka annak, hogy egy idő után Karádi Katalin bejelentette, hogy visszavonul a színpadtól. Tehát 41-ben az Erzsébet féltékenységében játszott utoljára, és utána csak 43-ban az Operett Színházban, a Királynő csókjában vállal egy szerepet. A film karrierjét nem tudta megkeseríteni így módon egyed, ugye? Nem. Tehát addigra már kiszabadult a szellem a palackból, ahogy mondani szokták, és nem. Tehát minden rendező a Halálos Tavasz sikerét próbálta überelni, de hát ez nem sikerült, de például 42-ben is 7 darab filmet forgatott Karádi, ami elképesztően sok. Ugye Újszász István a Horthy rendszernek volt az egyik legfontosabb titkos ügynöke? Hírszerzője? Nem, ő tábornoki rangban, azzal a titkos, természetesen a németek előtt titkos megbízatással szerepelt, hogy tapogatózzon, szervezze az esetleges magyar háborús kiugrást az angol szász hatalmaknál. De ő egy jóképű, magas férfi volt, aki társaságban találkozott Karádi Katalinnal. Ez egy igazi gentleman volt, tehát egy hortista katonatiszt milyen is legyen, és valahogy volt egy közös gondolkodás bennük, hogy ha Horthy őt ezzel megbízta, ezzel a feladattal, nyilván úgy is gondolkodott ez a magasrangú katonatiszt, hogy a németek elveszítik a háborút, ezt lehetett x százalékig sejteni, és hogy Magyarországnak ki kell maradnia a végjátékból. És ebben a szerveződésben ő benne volt, és hát ezért is tartóztatták le. És Karádi Katalinban megvolt ez a segítő szándék, hogy látta a szenvedőket, látta, nem véletlenül kapott a Yad Vashem kertben emlékfát valamikor a 2000-es évek elején. Konkrétan mentett zsidókat, bújtatta különböző 5 vagy 6 cím volt, ami vagy az ő tulajdona volt, vagy csak bérelte a lakást, bújtatott zsidó származású embereket, foglalkoztatott ilyeneket. Tehát Zsütit állítólag a G. Dénes Györgyöt hazahozatta a frontról az újszászi segítségével, mert neki szüksége volt rá. Állítólag hát ez is egy ellenőrizetlen történet, hogy ő pénzen megvásárolt nyilassuhancoktól, hogy engedjék el ezeket a gyerekeket. És másik történet, hogy szintén ellenőrizetlen, hogy vitték őket, kihajtották őket együtt a többiekkel a Dunapartra, a belvárosi lakásból, és valami bombatámadás, légiriadó jött, és hát természetesen a karszalagos fekete egyenruhások ugye féltek, jobban féltek, mint azok, akiket vittek, és valahogy szétszaladtak, szétszélettek. Szóval állítólag ilyen életveszélyes helyzetben is volt. De ezek mind ellenőrizetlen dolgok, amiket most mondok. Később aztán a Gestapo
őrizetbe vette őt is, igen. És Újszászit is. Külön-külön, igen, tartóztatták le őket. A vád Korádival kapcsolatban az volt, hogy ő ügynök? Igen. Egy csacskaság, mert ment a moziban egy Makita nevű kémfilm, ahol a Karádi játszott egy énekesnő, minden filmjében énekel természetesen, ja, egy kémnőt játszott. Egy kicsit Mataharira hajazó, hát még a név is hasonló, a Makita, és erről azt hitték, hogy ő a újszászi kapcsolatai révén ő kémkedik, holott semmi nem volt igaz abban, hogy a zongorájában leadó van, hát voltak házkutatások. Hogy ott morzézik, ez volt a igen, vár. Igen, igen. Ennek semmi alapja nincs szerintem? Én szerintem nincsen alapja. Tehát újszászi nem szervezhette őt be? Egy, nem. Biztosan nem, meg ha szerette és igazán szerette, akkor megvédem én annyira azt a nőt vagy hölgyet, hogy nem keverem be az én dolgomba, mert ha sor kerülhet arra, hogy mint a sor került, hogy ő bajba kerül, hogy a másikat megvédje ettől. Külön-külön tartóztatták le őket, Karádit ugye vallatták, különböző helyeken, Szabadsághegy, Főutca. Őt megkínozták? Verték, igen. Igen. Kiverték a fogait állítólag. Igen, ezt lehetett olvasni. Miután nem tudtak rábizonyítani semmit, a lakásokon sem találtak semmit, elengedték, de rendőri felügyelet alatt állt, jelentkeznie kellett. És amikor ez is egy történet, megfázott, vagy valamilyen náthás volt, és nem ment el jelentkezni a kapitányságra, akkor bizony megjelentek nála a nyilasok, és lehet, hogy akkor is kapott egy-két pofont. Vissza Újszászihoz. Miért nem jött létre ez a házasság? Hát a háború miatt, és... Ha nincs, szerinted ők összeházasodnak? Igen, mert ugye a visszaemlékezések szerint, és Karád is azt mondta, hogy a háború után tervezték a házasságukat, és ugye, tehát Horthy ezt semmiképpen nem nézte jó szemmel, hiszen Újszászi tudjuk, a kémelhárítás főnöke volt. De miért nem tetszett ez Horthynak és a vezetése? Hát akkoriban azért szigorúbb erkölcsök uralkodtak a politikai életben, mint most, és azt... De mi volt a baj hát, hogy egy színi... Hát, egy ilyen mondén, kétes előéletű színésznő, aki elvált, kitartották is talán. Ilyen rossz volt a híre Karádinak akkor? Hát mondok egy példát, ez is egy ilyen 42-es újsághír. Szendrő József, az ismert színész igazgató és Lugosi György egy kabarétréfát, vagy inkább egy paródiát bemutattak, ahogy egy újságíró faggatja Karádi Katalint, és azt mondja, Lugosi Karádi szerepében, hogy egyszer és mindenkor borítsunk fátylat a múltra. És akkor erre a riportert játszó Szendrő azt mondja, hogy na de művésznő, hát honnan kerítek én akkor a fátylat? És hát ez óriási pofon volt Karádinak, hát fel is jelentette őket, és aztán ez egy nyilvános bocsánatkéréssel és a bocsánat elfogadásával zárult. A második világháborút követően Újszászival ő már nem találkozott, ugye? Nem. Erre azt mondják, hogy Újszászi részéről voltak próbálkozások, de Karádi elzárkózott. Miért? Nyilván hát nagyon megszenvedte ő ezt az Újszászival való kapcsolatot, ugye a gestapo letartóztatásból kiindulva, hiszen őt vallották keményen, és azt hitte, vagy a joggal gondolhatta, hogy ismét terítékre kerül ez az egész történet, hogy ő mit tud tulajdonképpen, és megint akkor visszautalok, hogy tulajdonképpen semmit nem tudott Karádi Katalin, mert őt ez nem érdekelte. Annyiban talán használt az újszászi befolyását, hogyha menteni kellett valakit, tehát például a Gédénes Györgyöt, akit kihozatott a Kistarcsáról, vagy a munkaszolgálatról, vagy bújtatni kellett pár embert. Ugye ő nagyon sok befolyásos zsidó baráttal rendelkezett, akit, és őt még az ügynöke Réti György is neki dolgozott már jóval a zsidó törvények életbelépése után is, és ebből is egy per lett, tehát hogy Karádit 2000 pengőre megbüntették, amiért Réti Györgyöt alkalmazta például. Szóval... Azért, mert zsidó? Így van. Azt lehet tudni, hogy Karádinak ez a fajta nagyon nemes kiállása miből fakadt?
A humanizmusából, tehát hogy ezt, ahogy ő később nyilatkozta, tehát hogy ahogy ő mondta, bármennyire gicsesen hangzik, és nem bírta ezt nézni, hiszen nyilván ő is tudott arról, hogy ezeket az embereket haláltáborokba hurcolják el, és micsoda szörnyű körülmények várnak rá, és hát nyilván a közvetlen barátait csak menti, tehát itt volt például Földi Mihályné is, akit együtt tartóztattak le vele is Újszászival a Zöldmáli úton 44-ben, nem sokkal a német megszállás után. Tehát ő például nem tért már vissza Auschwitzból. Korádi tulajdonképpen az életét kockáztatta sok esetben a barátaiért, zsidó gyerekekért? Igen. Noha ez a zsidó gyerek mentés, ez számomra elég ködös, mert nincs róla elegendő adat. Tehát tulajdonképpen egy visszaemlékezés, egy privát visszaemlékezés van, és ugye ez 44 telére utal, és akkor már Karádinak is bujkálnia kellett, hiszen amikor kiszabadul a gestapótól fogságából, hiszen ez is újszászi kapcsolatainak köszönhetően, tehát őt elengedik, de aztán jelentkeznie kell ugye a Mosonyi utcában minden kedden, de aztán jönnek a nyilasok is, ugye, és ugye, ahogy Jávor Pált elhurcolják, tehát úgy kipécézték Karádit is, nyilván az ismert kapcsolatai és zsidó mentése kapcsán, és hogyha valakit üldöznek, akkor a nyilasok, nem tudom, tehát hogy 44 telején hogyan képes és tud nyilas suhancokat ékszerekkel megvesztegetni. Lehet, hogy így történt, csak ez számomra, tehát nincs kellőképpen feltárva, de nyilván ez nagyon nehéz. Arról viszont van adat, ahogy mondtam, hogy 43-ban is Szegeden is például egy kívánság hangversenyen, amikor fellépett, tehát oda jött hozzá egy illető, hogy próbáljon közben járni, mert ugye nyilván ez egy katonai hangverseny volt, és befolyásos katona emberek voltak, hogy van egy halálos beteg munkaszolgálatos, és hát az apja nagyon szeretné visszakapni, hogy hát halljon meg legalább otthon, és akkor rábeszélte ezt a befolyásos katona embert, hogy adják ki ezt a bizonyos fiút, munkaszolgálatos fiút a családjának, és ez sikerült is, és a történet vége, hogy kigyógyították ebből a betegségből, és megmenekült ez a zsidó fiatal ember. Ő egy bátor ember volt. Igen. Bátor ember volt abban a tekintetben is, hogy amikor elment, ő vége, leszámolt a karrierjével. Ő ezt valószínűleg nagyon okosan átgondolta, hogy ez volt, szép volt, kapta ajándékba jó Istentől, vagy attól, akiben hitt, de hogy ennek vége, látta, hogy Magyarországon ízelítőt kapott a Rákosi korszakból, 49-51 között lehettek tapasztalatok. Ugye Rákosék elengedték a kezét, tehát nem kértek a két háború közti csillagokból. Abszolút nem. Ő neki megaláztatások árán kellett, hogy rádöbbenjen arra, hogy neki annyi? Itt Magyarországon? Ő folyamatosan jött rá erre, hiszen megint ezt a forró mezők szereplést említem, ha ő ezt tudatosan átéli, hogy nem megy neki a szín, még nem a színpadi, hanem a film, ahol megállunk, kamera kikapcsol, lehet inni, pihenni, stb. Ha ez nem megy, akkor mi a csodát akarhat ő még itt? Ha kifütyülik vidéken, sörös korsókat dobálnak. Ez megtörtént Kecskeméten. Igen, az a bizonyos kecskeméti eset, az én szerintem fölbérelt kis katonasuhancok lehettek, mert a kommunistáknak se tetszett ám Karádi, nem csak a nyilasoknak. Tehát így akarták ellehetetleníteni Rákosiék, Karádi Katalin. Igen, nem annyira tudatosan, de ez benne volt ebben, hogy hát nem tudunk vele mit kezdeni. Finom jelzés, hogy jobb, ha innen elmész. Meg látták rajta azt, hogy ő már nem az. Ő soha az életben nem volt olyan értelemben profi, mint egy Honti Hanna, hogy vele hasonlítsuk össze. Aki minden korszakot átélt, minden korszakban nagyon okosan letesztelte a szerepet, megint a Molnár Gál Pétert kell szóba hozni, hogy valamit odadott neki a MGP-nek, és meghallgatta a véleményét, és utána döntött el, hogy elvállalja azt a szerepet, vagy nem.
A profi alatt azt érted, hogy dörzsölt. Igen. Nagyobb ívbe volt képes hogy, látni a pályáját. Hogy agyszínész. Mondom ezt, hogy agyszínész. Nem egy fölfedezett sztár, ilyen rengeteg van, egy-két szerepre alkalmas. Ha nem olyan lett volna a magyar filmgyártás struktúrája 39-44 között, hogy kellettek a sztárok, akkor megkockáztatom azt a csúnya kifejezést, hogy Karádi, volt sok ilyen a magyar filmtörténetben, egy egyszereplős, egyszer használatos, felfedezett amatőr lett volna. Szerinted azzal, hogy ő kiment, először ugye Brazíliában is volt, sok helyen élt, ő tudta, hogy neki nincs visszaút? Tehát úgy, ahogy van, amikor elhagyta Magyarországot, ő itt hagyta a sztár identitását, itt hagyta a díva Karádi Katalint, és tudta, hogy egyszer és mindenkorra ennek ő most búcsút mondott? Azt hiszem, igen. Tehát ez egyre inkább kikristályosodott benne, hiszen már az emigrálása is óriási visszhangokat, vagy nagy port vett fel. Tehát ott is már ugye kialakultak ezek a szélső jobboldali csoportok, tehát volt egy ilyen Hídverők című lap, és akkor azzal a főcímmel jelent meg, hogy már csak ő hiányzott ide, és kommunista kollaboránsként biztos csak kémkedni küldik el ide, és hát... Ez hányban jelent meg? 51-ben. De már 50-ben, még Karádi otthon van Amerikában, már olyan hírek terjengenek a Szabad Európa Rádió környékén, aki ugye a CIA-vel is ugye együttműködött, tehát egyfajta kis kémtevékenységet is folytatott, hogy a Karádit az ÁVÓ beszervezte, és tehát morfiumfüggő lett Karádi, és az ÁVÓ morfiummal tartja a kezében, és Karádi különböző neves embereket adott az ÁVÓ kezére, akiket elhurcolt a különböző táborban. Ez 50-ben, most még otthon van Karádi. Tehát, hogy jól sejtem, sem a kommunisták, sem a szélsőjobboldaliak nem szívelték őt. Miért? Ez így igaz. Hát éppen azért, mert Karádit nem érdekelte a politika, és egyik táborba sem akart igazán megnyilvánulni, vagy egyáltalán, tehát bármilyen szerepet vállalni. Tehát, hogy... Ha ő szerepet vállal valamelyik oldal mellett, akkor szerinted neki több tér nyílik Magyarországon? Azt hiszem, igen, hogyha egy kicsit jobban dörgölőzik valamelyik tábor, hát nyilván akkor a kommunistákhoz kellett volna, vagy jobban rááll arra, hogy mondjuk beszervezhessék őt, akkor lehet, hogy ennek a történetnek egy más végkifejlete lesz. Őt hívták haza. Természetesen. Ugyanakkor csak egy kalapot küldött maga helyett. Stílszerűen, mert hogy egy kalapszalon volt. Hát ez volt. Is a Gédénes György elbeszélése. Nem tudjuk, hogy így volt, lehetséges. Egyébként nagyon szépen hangzik a történet. Mit csinált ő Brazíliában 16 évig? Ez is érdekes kérdés, mert ott volt egy szeleszkizit, a megalapította a Buenos Aires-i Magyar Nemzeti Színházat, remélem pontosan idéztem, nem keresték, és ő sem kereste velük a kapcsolatot. Páger Antal is próbált ott szerepelni, neki sem ment. Páger inkább festészetből élt, és azért is jött haza szívesen 56-ba. Nem került kapcsolatba a színészettel, a Frank Irmával ott szépen megéltek, nyilván kalapos üzletet ott is lehetett csinálni, és ami a poén, hogy nem tudom már hogyan jutottak el 68-ban, Robert Kennedy volt még az igazságügyminiszter, az ő magas pecsétjével, engedélyével kaptak amerikai vízumot. Úgyhogy az FBI ezt nagyon ellenezte. Eleinte ellenezte, aztán valamiért, tudom, eltelt tizenvalahány év, hát kiderült róla, hogy nem volt kommunista kém. Ugye hát nyilván utána nézhettek, ellenőrizhették, 51 és 68 között több mint másfél évtized eltelt. Ő ott kín Amerikában, New Yorkban egy kalapos szalont üzemeltetett. Igen. Úgy került elképzelni, mint egy múltjával leszámolt, ám de derűs és rezignált dáma, vagy egy olyan ember, aki folyamatosan nosztalgiázik, és a múltban él. És a csillogás az valahol távol van tőle, de oda vágyna vissza. Nagyon okosan viselkedett, mert ő van egy történet, a Sándor Páli filmrendezője kísérlete, de azt tudni kell, hogy ő magyar lakta vidékeken föl-föllépett, kimentek Magyarországról vendégszerepelni, Honti Hanna, Svéd Sándor, táncdalénekesek, most hirtelen nem jut egynek a neve sem, talán német Lehel, már ott élt, nem tudom. És kapott ő hívásokat, állítólag találkozott Honti Hannával, aki azt a
hírt vitte, szerették volna őt ugyanúgy hazacsábítani, mint más sztárokat, hogy haza lehetne jönni, hazajöhetne, kapna útlevelet, de ő erre nemet mondott. Rettenetesen meghízott, valami olyan betegsége volt, nem tudom, ami ezzel járt. Keveset mozgott, keveset mozdult ki már a lakásból, azért eljárt a kalapszalomba dolgozni, állítólag látták is, az egy magyar negyedben volt, hogy ott ül, és kétkezi munkát végez, dolgozik az anyagon, amivel egy kalapot készítenek. Akkor ő nem csak üzemeltette mindezt, hanem aktívan részt vett. Nem ő üzemeltette, ő csak ott bedolgozó volt, a Frank üzemeltette állítólag. Volt egy elég híres Szabad Európa interjú, amiben ő ezt elmondta, bejátszották többször, hogy ő megnyugodott ebben, gyönyörű évei voltak, az történt a történelem, őt ugye becsaptam, nem ezt mondta, ezt én mondom itt most, hogy félre állítódott, nagyon kegyes kifejezéssel élve, és ő megnyugszik ebben, és megvan, ami van, és már nem szeretne más lenni, mint egy sokáig élő, emlékeit ápoló idős asszony, azt nem mondta magára, de hát idős asszony volt már ugye akkor. Milyen ambícióval hívtad őt fel? Az volt, hogy a televíziónak lett volna egy műsora, amelyikben a Karádi is lett volna, egy New Yorkban csináltunk volna sok mindent, és a főszámad a Karádi volt, úgyhogy ez azután volt, miután megcsináltam a Szabadíts meg a Gonosztól című filmemet, ahol a Karádi dal 2 is volt a filmben, és akkor fölvettem a Karádival a kapcsolatot, és mondtam, hogy szeretnénk vele csinálni interjút, mondta, hogy igen, megállapodtunk itt, hogy a Vitrai, mi megyünk előre az operatőrrel, és hogy a Vitrai majd jön utánunk, hozza a kamerát, illetve vele jön a kamera és egyéb felszerelés, és akkor előtte más dolgunk volt Amerikában, megérkeztünk New Yorkba, és a Karádi eltűnt. Nem vette fel a telefont, elérhetetlen volt. És hát egy teljes őrület jött létre, úgyhogy le kellett mondani a Vitrait, és akkor nekünk, illetve hát nekem személyesen volt dolgom Minneapolisban, meg Los Angelesben, most nem egészen érdekes, illetve a története úgy tartodik, hogy visszaértem New Yorkba, elkeseredve, próbáltam megint a Karádit, nem volt. És akkor lófráltunk a New York-i utcákon, és egy helyen ki volt írva, hogy Püski könyvesbolt. És úgy gondoltam, akkor veszünk valami könyvet, bementünk, és a Püski úr volt, akkor ő már nem él, akkor ő volt a pult mögött, elkezdtünk beszélgetni, kérdezte, hogy mit keresünk itt, én elmondtam, hogy mit keresünk itt, illetve mit nem találunk itt, és azt mondta, hogy ő nagyon jóban van a Karádival, és ő elintézi. Akkor megpróbáltuk, hogy Budapestről jön a Vitrai, de akkor már lemondta az utat, és hát ott álltam egy operatőrrel, és abban a lehetőséggel, hogy mégis lehet a Karádival forgatni. Így lettél te szükségképpen a riporter? Hogy? Hát akkor én lettem volna, hát én kérdeztem volna. Hát mondjuk annyi volt, hogy fölkészültem, egy csomó filmet láttam már előtt a Karádival, illetve amit lehetett megnéztem. Utána olvastam, utána érdeklődtem, tehát ilyen értemben én, hát ha nem is voltam riporter soha életemben, tehát fölkészültem, és hát gondoltam, hogy beszélgetni tudok, ha már a Tamás nem tud jönni, illetve nem jön. És akkor egy este 8 óra, akkor egy pezsgővel és egy virágcsokorral becsöngettünk egy ajtón. Kinyitott egy alacsony nő, és mondta, hogy a művésznő várja önöket. És akkor volt egy fantasztikus, majdnem teljes éjszaka. Karádi teljesen megnyílt, hát mi nem volt nálunk kamera, megnyílt. Egy hatalmas Karádi portré volt az egyik falon. Valamikor éjjel 1 órakor, sok pezsgő után ült a saját portréja alatt, és Karádi dalokat énekelt. Úgyhogy valami egészen varázslatos dolog volt. És akkor abban maradtunk, hogy másnap délután forgatunk.
gyorsan szereztünk kamerát, valami nyersanyagot, és fölmentünk a lakásra, és az volt az első mondata, hogy közeli nincs. És akkor beálltunk az egyik sarokba a lakásban, és elkezdtem kérdezni, és ahelyett, hogy az életéről beszélt volna, elkezdett a filmjeiről, a saját életébe beleszőzte a filmjeit, tehát nem, abszolút nem volt hiteles, közeli nincs. Akkor még lementünk, az utcán forgattunk, próbáltam ott is megnyitni egyszerűen, ahogy tulajdonképpen, hogy meglátta a kamerát, egyszerűen színésznővé változott, és magáról nem volt hajlandó tulajdonképpen semmit mondani. És akkor még ott forgattunk, én még kínlódtam, próbáltam innen kérdezni, onnan kérdezni, mindent megpróbáltam, hát egyszerűen egy másik szerepkörben lépett fel, nem Karádi Katalin volt, hanem bizonyos filmjeinek a főszereplője, és azokról beszélt. Te rájöttél, hogy ennek mi volt az oka? Várjál, még, még az utolsó, a jó pofa volt, akkor már kínomban mondtam, hogy akkor menjünk be, ő akkor egy kalapszalomban dolgozott, és kalapokat csinált. És akkor elindultunk a bolt felé, ő ment előttünk, mi mentünk kézikamerával utána, belépett az ajtón, és ha mielőtt mi beléphettünk volna, becsapta a dolgunk előtt az ajtót, egy csattanás a zárban, és megfordította a táblát, hogy zárva. És hát így ért véget ez a felsülésem egyik története. Neked milyen ember képe alakult ki akkor Karádi Katalinról? Ő egy megkeseredett, a múltjával leszámolt. Milyen ember volt ő akkor? Nem. Azon az éjszakán jó át közrejátszott, ugye én nem iszom semmit, már ilyen alkoholszerű dolgokat, de azért megyakartott egy minimum egy üveg pezsgőt, és tulajdonképpen ezt föl is oldott. Én nagyon, most mindennel együtt, nagyon megszerettem. Szóval ott adom abban a néhány órában, amíg a lakásában voltunk kamera nélkül, egy abszolút szerethető, ugyanaz életet nem igazán kedvelő, akkor már nem igazán kedvelő embernek érzékeltem, de nagyon szerethető volt. Szóval én nagyon bírtam. És ha nem lett volna forgatás, akkor egy gyönyörű emlék maradt meg volna meg. Így, hogy volt forgatás, így annyira szerethető az emlék. Úgyhogy én meg se néztem az anyagot a mai napig, azt se tudom, hol van. Az egyik televízió fölkutatta, volt is egy kis részlet a filmből. Szóval az a része felejthető a dolognak, de az a éjszaka az nem felejthető, megmondom neked. Az nekem csuda. Csuda. Szóval nem akárki volt ez az ember. Nem akárki volt. Azt mondod, hogy nem akárki volt ez az ember. Azért te a magyar filmművészet legnagyobbjaival dolgoztál együtt. Hozzájuk képest is, ebben a koordinátorrendszerben is elhelyezve azt mondod, hogy ezen igen erős mezőnyből is kiviláglik Karádi Katalin? Én nem a színészetéről beszélek elsősorban, hanem a személyiségéről. De az annyira erőteljes volt? Szóval, mint színésznő, ha nézem a filmjeit, hát most nem lenne szabad ilyet mondani. Hát jelentős, hogy mondjam, átfut a vásznon, de hát nem volt egy nagy színésznő. Nem, egy hatalmas jelenség volt, egy hatalmas korfestő egyéniség volt, de a színészete az, hogy mondjam, hagyott némi kívánnivalót maga után, ez az egyik. Én úgy beszélek róla, tudod, tehát amikor én azt mondom, nem volt elég világos, úgy látszik, hogy az éjszaka, amit egy 72 éves nő társaságában sikerült eltöltenem, és a vele való beszélgetés, és a sorsát, ahogy fölidézte. Szóval annyira
Hát ezt nem tudom elfelejteni. Szóval mondom is, a másnap egy színésznő az, hogy egy színésznő valami életéről a szörnyű volt. Az rémisztő. Azt le tudod? Elég világos, mondod, de nem elég világos, ahogy mondom. Ha mint színésznőről csinálsz róla valamit, akkor olyanok voltak abban a korban, mint ő, sőt, tehát nála jóval nagyobb színésznők is voltak, színészek pláne. De én arról az oldaláról beszélek, amit nem hiszem, hogy nagyon sokan láthattak, vagy érezhettek, vagy tudhattak, mint emlék, mint nekem az éjszakai beszélgetés, az éjszakai utazás tulajdonképpen a 40-es években, az ő életébe, az ő meghurcolásába, az ő hazáját elhagyóságába. Hát ez mind-mind ott volt, és hát ez meghatóan gyönyörű volt. Arra nézve, és ez az utolsó kérdésem, arra nézve van valami megoldó képletet, hogy miért ő maradt fenn ennyire a kollektív emlékezetben, sem mint Tolnai, Szelecki, Mezei Mária, valahogy a karádi kultusz, karádi jelenség, vagy a karádi örökség sokkal érvényesebb szerintem, mint az összes többi akár együtt. Erre nézve szerinted mi a titok? Hát azt hiszem, ezt talán legfrappánsabban Galsai Pongrácz fogalmazta meg, hogy Karádi Katalin tulajdonképpen maga volt a kor dalban elbeszélve, tehát hogy ezekkel a dalokkal, tehát annyira kifejezte azt a korhangulatot, és ezt az egész milliót kezdve a halálos tavasztól, tehát egészen ugye az a történelmi fordulat, tehát ahol a kitöréssel, vagy a kitörés után azzal fogadták az oroszok, hogy a hangszóróból a honvédek a Hiába menekülsz, Hiába futsz című számát hallották, vagy a Nyilassuk a nincs kegyelem című számmal kínozták az áldozataikat. Szóval, tehát, hogy annyira benne volt az egész, tehát karádi jelenségben ez a kor, tehát, hogy az ő személye adja vissza, az ő sorsa adja vissza azt, ami Magyarországon megtörtént 39 és 45 között.